Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videóban. Köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy ilyen kis egyszerű, csillezgetős videót hoztam el nektek, ami tökéletes akkor, amikor már mindenből és mindenkiből eleged van egy fárasztó nap után. Ugyanis most olyan mémeket fogunk megtekinteni, amiktől még a minket követő FBI ügynök is nevetne. Ne kérdezzétek ezt a címet, nem én adtam. Nagyon-nagyon remélem, hogy jók lesznek. Na de még mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe. Sponziblokk! Ennek a videónak a támogatója World of Warships. Innen is köszönöm szépen nekik a lehetőséget. Személy szerint, amikor én legesleg először kipróbáltam, engem a grafikája nyűgözött le baromira. Hogyha pedig esetleg még valaki nem hallott volna róla, ez egy taktikai játék, ahol történelmi hajókkal csatázhatsz más hajók ellen, akiket játékosok irányítanak. Tolhatod akár egyedül, vagy pedig a barátaiddal a csapatban, és több mint 400 hajó van a játékban, plusz most a bátyja elhozott nektek egy brutális ajánlatot, ugyanis hogyha most töltitek le a játékot a leírásban található linken keresztül, akkor kaptok egy 25 euró értékű ajándékcsomagot, amely tartalmaz 2,5 millió kreditet, 200 dublonzt, 2 darab baromira erős prémium hajót, amikkel mindenkit szinte darálni fogtok, ezen felül pedig még 7 nap prémiumot is, hogyha érdekel titeket, akkor mindenféleképpen lessetek rá, ott van a link lent a leírásban, és ezzel közvetlenül támogatjátok is a csatornát, na de akkor térjünk is vissza a videóhoz. Na egy jó síelés az sosem rossz, egyébként nem is próbálkozok már én azzal, hogy nehogy nevessek, mert már most nevetek mindjárt saját magamon, mi volt ez most? Kajakra bemutatott nekünk, az volt ennek az egésznek a lényege? Zseniális videó. Mit csinálsz? Mégis milyen videók lesznek itt? Ah, és most el kéne innünk, hogy bam bam, olyan... Gyorsan vágtad el. Lesz ám itt akkor fekete humor bőven? Bajban leszünk a végén. Legyen most gyerekünk! Hoppá, hoppá! El is indulnak akkor elkészíteni azt a kisbabát. Hatalmas nagy szerelmek születnek itt a PUBG-ban. Na, mi lesz a vége? Vajon lelövi? Vagy pedig követik egymást? És szerelmeskedni fognak? De egy csapatban vannak egyel... Mi ez az egész? 21 éves lett tegnap, szóval akkor most már hivatalosan is vásárolt alkoholt. És az a legszebb az egészben, hogy eddig ezelőtt tudod, mindig elkérték a személyidet, és nem vettél semmit. Amikor meg már betöltötted, senki sem kéri el, és akkor már csak azért is megmutatod, hogy nézd ide. Most már megtehetem. Hogyha nevetsz, akkor veszítesz, mégis milyen krumpliról beszéltél? Mi van, haver? Vissza is tekertem, és itt mondja nekünk a csávó, hogy nekem krumpli vér folyik az ereimben. Nyugodjunk meg, komolyságot. Az én életem a krumpli. Folyamatosan krumplikkal foglalkozunk. És én krumplikról szoktam álmodni is. Ez egyébként szép, hogy ennyire elhivatott a munkájával kapcsolatban. Ilyenkor nagyon-nagyon elgondolkozok az életemben, hogy mégis hova kerültünk, és mégis mit nézünk. Hát eddig bárhogy nézem, nem voltak túlságosan erős videók. Na de majd mostantól reménykedjünk benne. Hát csak bejön már valakinek az a fránya, battle clip. Mégis mik ezek, haver? Most ez a videó azon versenyezik, hogy melyik videó lesz ebben a legesleg borzalmasabb. Mi történne akkor, ha betörnénk a házadba? Na mi történne? Jaj de gonosz és jaj de rossz! Lájkold be ezt a videót, és iratkozz fel a folytatásért. Nem én mondtam, hanem ez a videó írta, én a helyetekben megtenném. Hát ha, akkor bizony. Sokkal, de sokkal.
jobbak lesznek ezek után, hogyha nem teszitek meg, akkor bizony ez a kis kutya szomorú lesz. Ti szeretnétek, hogy szomorú legyen? Nem? Én sem. Szóval meg kéne tenni. Amikor véletlenül sok emojizás közben egy kicsikét félrenyomsz, valljuk be, ez mindenkivel. Meg szokott történni, milyen komolyan utánzott egy tehenet. Figyeljetek! Az a váz egy kicsikét kicsorbult. Amikor megnézed, hogy valahogy meg tud-e még menteni, hogy ne öljenek meg otthon, erre pedig csak még jobban tönkreteszed. Azért ez mekkora találmány? Így bárki is hagyná nyitva az ajtót a szobádban, sohasem fog nyitva maradni. Ő a leges, legnagyobb koponya az egész családban. És tudod, ő is tolta, hogy figyelj haver, van egy ötletem. Hoppá, hoppá, micsoda ismerkedésnek a kezdetét láthattuk miatt. Haver, valamelyik lábad úgy vezetni is kéne, nem? Jaj, mi volt ez? Ne csináld már velem! Direkt kajakra csak a leges legrosszabbak vannak ebben a videóban. Írja neki a szerelme, hogy szereti a vonatokat, erre pedig ő. Mindenki teljesen normálisan és egyszerűen öltözött fel erre az amerikai foci meccsre, de hát az ő édesapja megadta módját. És hogy integetett? Egyen meg! Hát na, az alkalmakhoz fel kell öltözni. Lehetséges, hogy kedvenc foci csapata játszott. Csóri kutyát miért macerálod? Hát éppen félálomban van. Látod, hogy nem akar sétálni. Miért nem sétáltok később? Valakik NPC-knek hívják őket. Mások pedig reptiliánoknak. De ne csináljátok már velem. Kajakra ilyen nehéz lenne nekik felvenni egy maszkot? Ez nagyon, de nagyon gyanús. Lehetséges, hogy ők nem is emberek? Hát ő is mit csinál? Pedig tuti, hogy nem életében először ott vett fel maszkot. Olyan egyszerű pedig a működése. És én szeretném azt hinni, hogy direkt csak így poénkodnak, hogy figyeld, mekkora forma vagyok. De nem. Szerintem ezek full komoly felvételek. Mondja neki az orvosa, hogy az abortusz sikeresen lezajlott. Bocsi, a kártyádat elutasították. És akkor meg is érkezik az új doktor. Aki intézkedik az ügy érdekében. Amikor elfelejtesz családi módba kapcsolni. Na akkor mégis mi történik? Ott is van a csajszínak a 18. születésnapja. Hogy bemutatott mindenkinek? Szia, Markus, próbálom elérni. Én vagyok az, te ki vagy? Bryce vagyok. Te Tinának vagy a férje, ugye? Aha. How long you been married to Tina? És mégis mióta vagytok házasok? Hát, 5 éve. Okay. Well, see, we our family member actually has been missing for 6 years. A mi családtagunk pedig már vagy 6 éve eltűnt. És mi lesz itt az összefüggés? Tina have a birthmark on her shoulder? Yeah. Van egy anyajegye a vállán. És mondja, hogy van. What you trying to say, my wife part of your family or something? That what you're trying to say? I'm certain that your wife Tina is my brother Tim. A te feleséged, Tina, igazából az én eltűnt fiú testvérem, méghozzá Tim. És ezt így kell megtudnia valakinek, hogyha ez komolyan igaz, az zseniális.
That's what you trying to say. Szóval te azt próbálod mondani, hogy 5 éve már egy csávóval alszik? I'm not even gonna want to talk about what the f- I'm gonna do right now. De nem fog semmit sem csinálni a fiú testvéremmel. Jaj, mik ezek a videók? Nem már! Csóri cica! Először nem tudom miért, én azt hittem, hogy egy lufira van felkötve. És hogy éppen hogy a földön marad és mindjárt elrepül. De hát ez még a jobbik eset. El is érkeztünk akkor a videónak a végéhez, méghozzá ezzel a képpel, ahol ő csak megmutatta a fodrászának, hogy milyen legyen a haja. De figyeljetek, végül is pontosan olyan lett, amilyet kért, csak hát egy kicsikét elbeszéltek egymás mellett. Hát nem voltak ebben a videóban túlságosan erős klippek, ezt mondjuk sajnálom, de ettől függetlenül nem volt annyira te annyira vészes. Na de, hogyha tetszett nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban, hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, ugyanis akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Lelk Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!